A műhely munkákat követően átadták a Mikulás csomagokat. Mindenki szép rajzokat készített, így megérdemelte a meglepetést. Szórakoztam, festettem. Mit festettél? Rajzokat. És mit ábrázolnak a rajzok, amiket festettél? Hát, hogy a télapó díszítse a karácsonyfát, meg hogy a rénszarvas az ablakot díszítse. A gyerekek örültek az ajándéknak, örömmel mesélték annak tartalmát. Narancsot, cukorkát, télapó csokit, és semmi mást. És ezt mind te fogod majd megenni? Igen, meg a testvérem. Neki is adsz belőle? Igen. Sinclair Leon örült a csomagnak, és reméli, hogy estére otthon is meglátogatja majd a Mikulás. Ilyen csomagot. Mikulás csomagot. Örülsz-e neki? Igen. Vártad már nagyon, hogy jöjjön a Mikulás? Igen, vártam. Igen, vártam, nagyon vártam. Otthon is jött a Mikulás? Hát még nem, de majd jön ma este szerintem. A gyerekek két hetente jönnek össze az intézményben. A műhely munkákon igyekeznek újra hasznosítható elemekből dolgozni. Tulajdonképpen ezek a gyerekek iskolás gyerekek, tehát zömmel, de vannak óvisaink is, tehát 3 éves kortól 15 éves korig. Tehát volt meghirdetve valamikor, még 2 évnek ezelőtte, hogy ugye van egy ilyen foglalkozás, ahol manóműhelyünk ugye fogadja a sérült gyerekeket is, tehát integráljuk őket tulajdonképpen az egészségesek közé, és ugye ez azóta minden ugye 2 hetente, valami alkalommal összejövünk, és most az ünnep alkalmával jöttünk össze, és itt voltak ezek a gyerekek. A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület célja segíteni a gyerekeket a közösségbe való beilleszkedésben, és a kikapcsolódási szórakozási lehetőséget biztosítsanak a számukra.